A Kádár rendszer második felében születtem egy puhuló diktatúrában, ahol a fiatalok már egyre erősebben rángatták a vasfüggönyt. 1990-ben lettem skinhead. Tüntetésekre, koncertekre és fradi meccsekre kezdtem járni, fanzint szerkesztettem. Aztán pár év múlva megcsináltam a saját együttesemet, a Romantikus Erőszakot. A piros, a fehér, a zöld. 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 Pár tucat tölté. A piros, a fehér, a zöld. Legyük a zászló. A piros, a fehér, a zöld. Skihead kultusz Angliából ered. Magyarországon 1982 őszén alakult az első skihead együttes, a Mosoly. 1983. februárjában nagyjából 100 ember előtt koncerteztek egy engedélyezési okokból táncmulatságnak hirdetett punkkoncerten a Medgefa utcai Mozaik ifjúsági klubban. Az állambiztonság néhány hónappal később kezdett el adatokat gyűjteni a koncert kapcsán a Mosoly tagjairól, és hamarosan 43 napig tartó előzetes letartóztatásba helyezték őket. 1983. szeptemberében nagy nyilvánosság előtt elkövetett izgatás büntetében bűnösnek mondta ki a tagokat a kommunista rezsim, és felfüggesztett börtönbüntetéseket kaptak. De a Medgefa utcai koncert felvétele évek múltán is kézről kézre járt a hazai kopaszok között. Aztán még abban az évben megalakult az Olykor, 1986-ban összeállt az Egészséges Fejből, őket pedig a vidéki bandák követték.
88 áprilisában Csepelen a Vasmunkástér ifjúsági házban koncertezett az Egészséges Fejbőr, és a buliról hazafelé tartó szkijet fiatalok összetűzésbe keveredtek a Kölkén a Kőbányai Kispest metró végállomáson kubai néger vendégmunkásokkal. Ez az eset a titkosszolgálatok évek óta tartó figyelme után a közvélemény érdeklődését is a szkijedekre irányította. Volt egy ilyen rendőrségi tévéműsor, a Kékfény, ami riportfilmet készített az előzetesben lévő kopaszokkal. A metró kispesti állomásán támadtak rá itt tanuló békés kubai járókelőkre, véresre verték őket, majd tömegverekedés keletkezett. De mi történt itt a metró végállomásánál? Én mind csak néző voltam. Jön. Mit látott? De azt is a bőrfejűek csinálták, az kinevesen. Mi történt? Hát egy kubaiakkal volt összetűzés. Miért? A verekedés, nem tudom. Hát ott volt maga is. Hát jó, de mit tudom, nem maradtam, barátnőmmel mentem. A rendőr maguk miatt nem mer kimenni az utcán? Nem hiszem, mert annyian nem vagyunk azért. Tudunk félni kell. De hány skinhead van Magyarországon, mit tud róla? Nem tudok konkrét számot mondani, de 400-an biztos vagyunk. Hát ugye 23 fiatalt tettek először is előzetesbe, közülük 15 ellen indult eljárás. Még ebben a Kékfény műsorban még a fiatalkorok arcát sem takarták ki belügyminisztériumi utasításra. Hát ez egy koncepciós per volt, hogy olyan ítéletek is születtek, például a Dudi az olykor énekese 3 év 4 hónapot kapott, és hát egy óriási média hisztéria indult meg a szkijedekkel szemben, ami a visszájára fordult, hiszen egy-két éven belül már közel 8000-el öltöttek magukra bomberjacket és húztak acélbetétes bakancsot. A magyarok lettek egy hírai, és itt építettek országot, Lápát hős hangzatjai, Lápát hős hangzatjai. Október 23-án Magyarországon kikiáltották a köztársaságot. Néhány hónappal később Moszkvában megkötötték azt a magyar-szovjet kormányközi egyezményt, amely rögzítette a szovjet csapatok kivonását Magyarországról. A következő 15 hónap folyamán összesen 1500 katonákat és eszközöket szállító szerelvény távozott az országból. Úgy tűnt, hogy a történelem mégis a bőrfejűeket fogja igazolni. Kelet-Európa kommunista diktatúrái sorra kimúltak, leomlott a berlini fal, a két részre osztott Németország újraegyesült. A román zsarnok és faluromboló Ceausescu golyóval a fejében végezte. Magyarország címeréből is eltűnt a sarló és a kalapács, de ezt leszámítva nem sok minden változott. A ruszkik ugye hazamentek, és a több mint 40 éven át tartó megszállás véget ért, de helyette egy másik kezdődött. A lapokat előre leosztották. Az úgynevezett demokratikus ellenzék alkut kötött a kommunista vezetéssel, ezzel megpecsételve Magyarország sorsát.
Rabló privatizáció és az ország kifosztása, munkanélküliség, gazdasági megszorítások vártak ránk. A hithű kommunisták rövid idő alatt kőkemény kapitalistákká váltak. Ezekben az években a szkijedek egyre hangosabban hallották a hangjukat az utcákon. Bár az akkori köztársasági elnök Göncz kifütyülését nem mi, hanem az 56-os veteránok kezdték, nem sokára a tatabányai turulszobor avatásán a rendszer megmutatta az igazi arcát. Meg bárki más, miért jó ez? Ünnepelni, hogy nem botrány. Tépjétek szét az ászlót! Tépjétek szét ezt az ászlót! Tudjátok mi ez? Nem csak neked szól, hanem az összes. Nem ugye? Nem akarja meghalni, amit mondunk, érted? Írjál már magad, de. Ki mondta ezt neked? Ez most neked jó, hogy ezt csinálod? 92 van, 56, már rég lejárt, érted? Ünnepelni jöttünk itt. És büszkén és be is fogunk ide menni! Bejönni és elmenni utána haza, világos? A kurva életbe! Nem azért jöttünk ide a másik felére az országnak, hogy most nem menjünk! Hiába nézel így! Tudom, hogy te is nyugodtan! Látom rá! Na, hagyj utat! Szabadon, értettünk? Be akarunk menni! Ugyanúgy kérjük, hogy nekünk hagyjanak szabad utat! Nekünk is mindenhez jogunk van! Álljunk félre, mert hadd menjen a busz! És miért nem járnak maguk félre? Miért nem tudunk ide menni? Most a félreállt, mi is félreállunk, gyerünk! Én is azt hiszem, egész idáig félreálltunk mindenkinek! 17 éves voltam, amikor a komcsik ellentámadásba lendültek, és a szabaddemokratákkal közösen alakítottak kormányt. Az MSZNP utódpártja, az MSZP visszatért a hatalomba. Magyarország új miniszterelnöke 3 évvel az oroszok kivonulása után egy volt pufajkás Horn Gyula lett. A kapitalisták átvedlett régi elvtársak megint a nyakunkon ültek. Ekkor határoztuk el, hogy zenekart alapítunk. A példaképeink azok a pesti srácok voltak, akik 56-ban fegyverrel szálltak szembe a vörös diktatúrával. A magunk módján mi is fel akartuk emelni a szavunkat a visszarendeződés ellen, fegyverek híján a hangszereinkkel. 94. márciusában az én ötletemre vettük fel a romantikus erőszak nevet. Hát ezzel elsősorban arra akartam utalni, arra kilátástalannak tűnő küzdelemre, ami elég sokszor előfordult a történelmünkben, akár a török ellenes harcokban, vagy majdnem az összes szabadságharcunkban, vagy Trianon idején. Ugye a zenekar ugye elkezdett próbálni, és hát elég gyorsan összeálltak a nóták, és 94 május vége felé Mezőkövesden mutatkoztunk be egy szabadtéri rockfesztiválon, ahol többek között a Nemzeti Front és az Archívum is fellépett rajtunk kívül. Budapesten Dudi kocsmájában a Törökörben játszottunk először, ahol a fellépéseket ingyen sör jár, és aztán az első nagyobb megmozdulás az Archívum és a Hyde Park társaságában 94. december 9-én a Viking Klubban volt egy drogellenes koncert. Ott az erőltetett menet volt még, aki csatlakozott ez a hármashoz, ő kőbányai kopaszokból álló egész jó kis zenekar volt. Úgyhogy gyakorlatilag így indult a zenekarnak a kezdeti koncertezős időszaka. Teljesen föld alatti volt az egész, bulik előtt mi plakátoztuk körbe a várost, koncerteken pakoltuk a felszerelésünket, tehát a lényeg az volt, hogy zenélhettünk, és egyre több fiatal tudtunk megfogni a nemzeti gondolkodásnak. Aztán elég sokszor falakba is ütköztünk, így volt például 95 nyarán, amikor a Diák-szigeten játszottunk, teljesen véletlenül keveredtünk oda amúgy, mert egy alternatív banda lemondta a koncertjét, szóltak nekünk, hogy nincs kedvünk ott játszani, és anélkül, hogy igazából tudták volna, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, milyen zenét játszunk, így felléptünk ezen a rendezvényen, de hát ugye 3 nóta után, pont a 3. nóta Fehér Magyarország volt, ez eléggé kivertelenek a biztosítékat, úgyhogy 3 nóta után gyakorlatilag félbeszakadt a koncert. És ezek után a hírünk elég sok helyen megelőzött minket, és nagyon sok fellépésünket mondták vissza ennek következtében. Ez sajnos előidézett egy olyan helyzetet a zenekaron belül, hogy szétesett a csapat egy időre, mert néhányan a bandán belül kilátástalannak látták a helyzetet. Úgyhogy egészen 98. szeptemberig nem is játszottunk, akkor is igazából azért, mert szerveztem egy koncertet a legendás német Oi Bandának, a Boots and Basisnek, és akkor velük léptünk fel Pesten a Jailhouse Rock nevezetű helyen. Aztán 99 nyarán néhány futballhuligán barátommal készítettem egy kazettalbumot, ami a Ferencváros 100 éves fennállását ünnepelte. Yeah.
90-es évek elején. Amikor KGB-ben, ugye a 16-os szektorban járkáltunk, és hát volt egy ominózus Ferencváros Újpest mérkőzés, és ugye mi voltunk otthon, és ott arra lettünk figyelmesik a társainkkal, hogy az Újpest szurkolók a saját stadionunkban cigányoznak minket. És hát így körbenéztünk, és hát igazuk is volt valahol, mert hogy így körbenéztünk, és 3-4 ember, 3-4 ember azért tényleg nem magyar ember volt, és akkor jött így az ötlet, hogy kéne egy külön csoportot csinálni, egy brigádot, hogy egy nemzeti hazafi társaságot, Pap Gyuri barátunkkal, ugye először a név, hogy mi legyen a név, nevünk, és akkor egy szorokozó ilyen jött az ötlet, ugye nekem meg volt egy ilyen alap trapim, és akkor ő dobta fel a Pap György, hogy álljen Greenz. És akkor mondtam, hogy ez így tökéletes, és hogy hol legyen a helyünk, és akkor még a magyar bajnokikat adta a Eurosport is. És ugye a pont szembe velünk, és a 9-es szektorban választottuk meg a helyünket, mert akkor még látszottunk így Európa szerte is, és akkor ott vettünk sátra. Hát ugye a fő figyelmet egy-két dologra, mert ugye az emberek hajlamosak elfejteni a hőseiket, és nekünk abban van rendesen. Nem csak a történelem, hanem a Ferencváros játékosain belül is, tehát ilyen téren, sőt a csapat mellett álló személyiségekről is elmondható nagyon sok mindent, megtettek a magyar hazáért. De itt tényleg így, ami most így valamilyen szinten jellemző, és a mai politikai életet és az akkori politikai életet, hogy semmi változás nem történt, sőt most még jobban összejöttünk, ismét elővettük az ászlónkat, ismét mi vagyunk, ismét hangot adunk a véleményünknek, mert pillanatnyilag már ismét, pillanatnyilag Magyarországon is egy olyan cionista folyamat megy végbe a labdarúgás terén, ahol most beütközött ez az UEFA által kreált bundabotrány, így van. Az egész arról szól, hogy a normális emberek hangját, akik még a régi futball gondolkodásában érnek, ezt kiszorítsák teljes mértékben a látókról, mi meg ezt nem engedjük valamilyen szinten, mi még ragaszkodunk el az ősi gondolkodáshoz. Ferencvárosnak kellett egy ilyen mag az MTK-val szemben, akit a zsidók képviseltek már akkor is, egy olyan nemzeti mag, ami meg tudta mutatni, hogy nem csak elnyomásában és a kitörésében, de a sportban is ki tud törni. De végig is a 30-as években, amikor már profi szellem volt Magyarországon, az első 100%-os bajnokság, a nagyobb kupa meccsek a Rómával, Lázióval, közép-európai kupa győzelmek. 38-ban a válogatottunk nagy részét a Ferencváros gerince adta, Sárosi György például, aki az egyik legnagyobb játékosunk volt. Ferencváros mindig olyan jobb oldalhoz kapcsolódott, és hát ami miatt ugye a nyílás csapatnak mondták a Ferencvárost, az az, hogy Jaros Andor lett az elnöke, mondjuk ez egyébként csak egy néhány hónapos időszak volt, ameddig ő volt az elnök, aki amúgy nem volt nyílas pártagja, de ő lett annak a szárosi kormánynak a belügyminisztere, ami egyébként az utolsó Szent Koronára fölesküdött kormány volt Magyarországon. És hát ennek lett a következménye az, hogy ugye a háború után a Rákosi rendszerben egy ilyen közellenségnek számított a Ferencváros, ugye ami ahhoz vezetett, hogy 49-50 környékén ugye nevét megváltoztatták, a színeit is elvették, sőt egyébként az egyetlen éjszakán múlott, hogy egyáltalán ez így alakult, mert a Zsebes Gusztáv, aki a
az aranycsapatnak volt a szövetségi kapitánya, és amúgy egy vérkommunista arc volt, ő azt szolgálmazta, és ő volt ugye a nagy futballszakértő abban az időszakban, hogy a futballfelelős, és ő azt szolgálmazta, hogy a Ferencváros azt tiltsák be, semmisítsék meg, osszák szét a játékosokat más csapatokba, és aztán egy éjszaka gondolkodási időt kért Rákosi, aki meggondolta magát, mert még ő is nagyon durvának tartott ezt a megoldást, és akkor így lett egy ilyen kompromisszum, hogy a csapat nevét megváltoztatva, itt a színeit megváltoztatva mégis megmaradt. Ez egyébként ettől függetlenül a szurkolókat ez nem nagyon zavarta, mert ugyanúgy hajrá Fradit kiabáltak, hiába volt Édosz, vagy aztán később Kinizsi. Bár 1956. október 25-én az első között voltunk, akik a Ferencvárosi pályán ment a szurkolók, kihúztak egy zöldfehér zászlót az asztalra, és megalapították újra a Ferencvárosi tornaklubot. A 70-es évektől pedig a Ferencváros szurkolói részben a Vidám Baraknak, részben a politikai rétnek, hogy akkor annyira nem volt szigorú a rendszer, több fiatal, az olyan emberek, akik elítélték a szocializmus, kommunizmus, a szüleik még normális tudással rendelkeztek, normális iskolai tudással rendelkeztek, ezeknek az embereknek a belsőkben benne maradt ez a hazaszeretet, a Ferencváros és maga a politika elleni küzdés. És a 80-as évek ugyanígy végigment, a legbotrányosabb tábor természetesen a Ferencváros, mindenhol, akkor már Európában is ismerik a nevünket. 90-es években pedig elkezdődött akár a úgynevezett magyarországi huligán mozgalom, ultramozgalmak. Folyamatosan a mai napig gyalázzák a szurkolóinkat, lefasisztáznak, denáciznak, hát ne csodálkozzanak rajta, hogyha így viselkednek velünk, hogyha mi így reagálunk ezekre a dolgokra. Mi a fasiszták vagyunk, nem nácik. Hazafiak. Nacionalisták, hazafiak. Nemzetben gondolkodnak, és nem úgy határunkban. Ja, és keresztények. És például így most itt az összefogás is. Természetesen aláírom azt, hogy egy szurkolói csoportok el is fognak menni verekedni, vagy összecsapnak. Ennek megvannak a maga a eszközei, de én sokkal fontosabbnak látom az pillanatjának Magyarország helyzetében, hogy a szurkolók, azok a jobb oldalérzelmi szurkolók, akik ugyanúgy az Árpád sávhoz zászlót kirakják, a történelmi Magyarországot kirakják, erdélyi indulókat énekelnek, a székely muszt éneklik, hogy ezek összefogjanak. Ne csak a futballpályában kívül is, és a meccs van, én nem fogok egy ilyen embert megütni, aki például egy nagy Magyarország, vagy bocsánat, történelmi Magyarország van rajta. '88-89 körül lett ez skinhead, ide jártunk ki a kelenföldi nevezett Bikás játszótérre haverokkal találkozgatni. Szinte azonnal akkor bekerültem egy oly zenekarba, Rebel Skins nevű formációba. Klasszikus oly zenét játszott, de az akkori dobosuk éppen börtönben volt, így kerültem be a zenekarba. Aztán itt rengeteg rendőri atrocitás ért minket akkor még a Kádár korszak legvégén. Állandóan jöttek igazoltatni minket, sőt ütöttek minket a Kossuth címer miatt, hogy vegyük le ezt a fasiszta címert magunkról. Érdekesség az benne, hogy két évre rá ugyanaz a rendőr büszkén hordta az övcsatján. Rebel Skins feloszlott, tehát csináltunk egy pár barátommal egy saját zenekart, a NC38-at. Numerus Clausus 1938, az első zsidó törvénynek nevezett törvényről kapta a nevét. Majd amikor ez feloszlott, akkor bekerültem a Valhalla nevű zenekarba. Mi csak egy évig voltunk benne, aztán az is átalakult. Csináltam a Nimród nevű együttest. Mindenki mondja, hogy kik a kedvenc zenekarai, kik volt hatással a zenekar, amiket hallgattok így hétköznapjaitokban.
Hát én inkább az angol nyelvű zenéket és az angol stílus szeretem. Squadron, Screwdriver, Brutaltak. Hát én meg a német zenét szeretem, mint a Werewolf Lanzer. De szívesen meghallgatom a Special Dire Straits-et is. Screwdriver. Nincs több, az a legjobb. Hát igazság szerint még mindig a heavy metal szeretem. Benne voltunk elég sok politikai szervezkedésbe. Mi voltunk az elsők, akik kicseréltük a Bartók Béla úton a táblát Horthy Miklós útra. Ugyanígy a Petőfi hídon is felraktuk, hogy Horthy Miklós híd. Hát akkoriban ennek nem nagy visszhangja volt, mert próbálták eltitkolni is az ilyenek, hogy egyáltalán léteznek ilyen emberek. Ezzel a társasággal elmentünk a Turul szobor avatása Tatabányára. Ugye ez a ominózus Göncz Árpád kifütyülése után volt nem sokkal, ezért úgy jelentünk meg, hogy le volt ragasztva a szánk, mert egyértelmű volt, ezért manipulálták már ott a Göncz Árpád kifütyülésén is a videó kazettákat. A Hungária Skinszel és a Magyar Nemzeti Arcvonallal megcsináltuk a Becsület napját, ez a budavári kitörés emlékére hoztuk létre, amit tulajdonképpen azóta is minden évben rendszeresen megtartanak. 99-es esemény a második megemlékezés volt, ahol a Viking Klubban lett volna este egy koncert, amire aztán a rendőrök ránk törték az ajtót, és akkor ebből lett egy bírósági ügy is. Persze nem sokat értek el, mert ott a rendőrök voltak a hunyók. Ezekben a Balázsik megcsinálták a Mogyival a Magyar Vistőrész albumot, és ehhez keresett zenészeket, élőben akart játszani, és az akkori gitáros Kacsa szólt, hogy jöjjek zenét. Nem jöhetett rajtunk a pénz, a drama, nincs szükség arra, aki most fél. Lépdik el testvér, üdött az óra, hazáért minden, hazát semmiért. Számos tagcsaló jött ki az együttes első hivatalos CD-je, a Magyar História X, amit egy évvel később az Itthon vagyunk című lemez követett. 2002. áprilisában már egy új felállással játszottunk az Arkádiában egy a Magyar Revíziós Mozgalom javára megtartott koncerten. Ugyanitt 2002. október 22-én 1956-ra emlékeztünk, amikor éppen a Nimrod Óvak, hogy a törpétől című dalát játszottuk, bedobtam a töbekbe egy szürke pufajkát, amit pillanatok alatt szafatokra szaggattak. 2001-ben, amikor a revíziós mozgalmat szerveztem, és az utcán ilyen Trianon ellenes demonstrációkat, vagy a Trianon igazságtalanságra
figyelemfelhívó demonstrációkat szerveztünk. Abban az időben indítottuk el, nekem volt akkor még egy szórakozó helyem, mert vendéglátó ipari vállalkozásban utaztam már évek óta, és akkor elindítottunk egy ilyen revíziós klubot, vasárnaponként eleinte, emlékeim szerint, ahol ilyen nemzeti rockzenekarok, akik szintén ugye támogatják ezt a témát, ezt a hazafias témát, hogy trianoni revízió, azok eljöttek ingyen fellépni, és a bevételt, amit a jegyekből így befolyt, azt pedig a revíziós mozgalomnak a propaganda anyagaira költöttük. Tehát... Yeah.
csinálták, és ott összetalálkoztam azzal a vonallal, aki inkább a kopaszokból verbúvádott zenekarok, de talán még más nemzeti zenét játszó zenekar is volt, nem csak ők, de többségében ezek azért többnyire ének voltak, és akkor így tudom, összeismerkedtem az előbb felsoroltakkal. Különösen a romantikus erőszak zenéje tetszett meg, azért mert népzenével keverték ezt a viszonylag kemény rockzenét, és persze jó hazafias szöveggel. Ez nem tudom, ez vagy megérintett, mert a népzene eleve így megérint, és ez így együtt, mivel én is ilyen rock világban nőttem fel, hát nem tudom, ez egy szerencsés ilyen vegyítés volt, és aztán kiderült, hogy meg hát a szövegei is a romantikus erőszaknak olyan találóak voltak, hogy amikor így szimpatizáltunk is egymással, vagy így első perctől a Balázssal így egymásnak szimpatikusak lettünk, és így sokat beszélgettünk, és így rájöttünk, hogy tényleg mennyire hasonlóan gondolkozunk sok mindenben, és akkor ő fogalmazta ezt meg, hogy ő arról énekel, amiről én beszélek, ezért, talán ezért vagyunk ennyire ilyen, lettünk ezzel ennyire jó viszonyban. Tehát talán azt mondhatom, hogy ővele kerültem a legközelebbi kapcsolatban. 2003. januárjában két dalunkat is felvette a Király TV, akkor tehát egyetlen nézhető műsora az Éjjeli Menedékhely. Ez az adás a Sződigeti Fehér Karácsony kapcsán kipattant botrány miatt készült. Gyakorlatilag annak egésznek az volt a célja, hogy a Vér és Becsület Kulturális Egyesületet az NBA megpróbálja betiltatni. Az államtitkár felrakta a régi lemezt. Az MBH a véres becsület betiltását kérte a fővárosi főügyésztől. A hatóságok mindent megtettek azért, hogy megakadályozzák a Waffen-SS-nek és a magyar katonáknak a budai várból való kitörésének tiszteletére szervezett, 97 óta már hagyománnyá vált megemlékezést február elején. A megemlékezésre végül többszöri egyeztetés és a rendőrségi törvény semmibevétele után 2003. február 15-én került sor a Kossuth téren a Néprajzi Múzeum előtt, a kordonokkal minden oldalról körbezárt járdán. A becsületnapja megemlékezéssel szemben a Mazsi Hisze ellentüntetést hirdetett. A megemlékezés alatt végig gusztustalanul viselkedtek, a himnuszt is kifütyülték. Tovább szem, 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 tovább szem
Még a 90-es évek végén sem gondoltuk volna, hogy hamarosan el fog jönni az az idő, még a plexipajzsok és gumibotok árnyékában is, de el fogunk jutni Erdélybe és Délvidékre, hogy elvigyük a dalaink üzenetét az ottani magyar fiataloknak. Az évek során egyre hangsúlyosabb szerepet kaptak a Kárpát-medencei népzenéből merített elemek. Ugye az évek alatt egész másfajta zenei hatások értek minket, és nyilván másfajta zenét is játszunk, mint 15 évvel ezelőtt, de az az igazság, hogy ebben az irányított szellemi terrorban, ami ma Magyarországon van, az jelenti nekünk a legnagyobb büszkeséget, hogyha népünk hagyományos zenéjét játszhatjuk a magunk elgondolása szerint. Így született meg a Mondák könyve című lemezünk. Oh!
2006 őszén, miközben éppen Minden vészenán című lemezünket rögzítettük, utcai zavargások törtek ki Budapesten annak hatására, hogy Gyurcsány Ferenc összeti beszéde napvilágra került, amelyből elismerte az elnyomó rendszer hazugságait. Az utcai harcokban a futballhuligánok jelentős részt vállaltak, így a hatalom célkeresztjébe kerültek ők is. Miért kell rombolni a városba? Ugye ez a kérdés. Hát azt nem értem, hogy ezt miért nem kérdezik meg az angol, meg a francia országi bevándorlóktól, mert az a rombolás, ami ott folyik, amikor a szilveszterkor 500 autót gyújtanak fel buliból. Nálunk hány autót gyújtottak fel szilveszterkor? Én nem emlékszek ennyire sem. Viszont amikor utcai harcok voltak, mondjuk 2006. szeptember 18-tól napjainkig összeadva, szerintem két kezem ember, ha maximum két kezem és két lába van, meg tudom számolni, hogy hány autóba esett kár. Az, hogy meg fölgyújtottak autót, meg csak a tévost akkor volt, vagy maximum rendőrautót, egyet-kettőt, de hát ugye az pedig a harcok folyamán az ellenség technikai állományát jelenti, és az meg mindig más minősítés alá esik ilyen esetben. Hát nálunk de lesz mondani. Azt mondom, hogy kihozzá kellene szokni, mint a franciáknak, vagy az angoloknak, mert az úgy jó. De azért vannak így megrettenve, hogy mert nem láttak még ilyet, és nem tudják még viszonyítani. De hát nézzenek szét a nagyvilágban azt a híradót, azt mindenkinek joga van nézni, és lehetősége van. És ott láthatja, hogy máshol milyen felfordulások vannak. És általában mondjuk az anarchista baloldal, hogyha valami globalista ellenes tüntetésre kivonul, akkor ennél is százszor nagyobb káruk lenne. Tehát a károk nem azért vannak, mert mi kárt akarunk okozni, károk azért vannak, mert az ország olyan helyzetben van, hogy már vannak olyan emberek, van egy olyan része a társadalomnak, a hazafiaknak van egy olyan tömege, aki már ezt nem hajlandó lenyelni, és nem hajlandó abba beletörődni, hogy pusztán csak elmondjuk a problémát, hanem mivel látja, hogy nincs változás, mivel látja, hogy minden felvetésünk elutasításra talál a legszélesebb politikai elit körében, ezért azt gondolta, hogy most már elege van, nincs mit vesztenie, valamit tenni kell, és neki kell, és ellen kell állni a rendszernek, és a rendszer pedig megtámadja azt, aki vele szemben ellenkezik. Van a pillanatban az ebben, sajnos a mai Magyarországon ennyire gyakran van, amikor az ember azt érzi, hogy elég volt! Se élő se volt, a hatalmájára szívesen.
összecsapások, de az elnézést kérlek, hogy hol van fölgyújtva a város? Tehát meg azért most ahhoz képest, hogy naponta hány száz millió forinttal vagyunk megrövidítve, milliárddal, amit ellopnak, amit kifizetnek az élősködő kisebbségnek segélybe, mert az is mint eldobott pénz a magyaroknak, amit odaadnak a minket sarcoló bankoknak, akik a tudom, már kimondhatatlan 100 milliárd, 80 milliárd dollárnyi adósságunknak a kamatait viszik. Vagy az a rengeteg idegen, aki itt fölvásárolta a magyar közvagyont és viszi ki a termelő hasznát, a termelő vagyonunk profitját. Hát ez naponta, meg kell kérdezni Drábik Jánoséket, ezeket kiszámolták már többször, hogy micsoda kár az országnak minden ilyen nap, ami így telik, és csak rosszabbodik a helyzet már 18 éve folyamatosan. Mit számít ezen belül az, hogy mikor fölemeljük a szavunkat ez ellen, és kiállunk, és az lesz belül, hogy az a hatalom, amelyik teszi tönkre az országot, az megpróbál minket visszaverni, hogy kussoljunk el, akkor ennek az eseménynek a kapcsán fölgyül a néhány kuka, meg néhány autó, és a rendőrségi eszközökbe kár keletkezik. Mit számít ez? Nem számít semmit. Meg kéne oldani az ország problémáit, és akkor ezek a dolgok megszűnnének, mert senkinek nem ez a hobbija. Magyarország, mit találni, mi leszek
ország, mint halálig hű leszek te hozzád. Többségében azt lettem, hogy a hazafias mozgalomban általában olyan emberek vannak, akik, mert ugye ez a másik vált, hogy izé, hogy nincs jobb dolguk, ráírnak munkanélküliek, miért nem dolgoznak. Ezek az emberek elnézéskedben legtöbbször dolgoznak, iskolába járnak, dolgoznak. Ezek nem egy bűnöző kisebbséghez tartozó élősködők, akik egész nap lelógnak az aluljárókba és azt nézik, hogy kit lehet kirabolni. Ezek többnyire olyan magyar fehér bőrű fiatalok, akik utána, akik szeretnének családot alapítani, ha még nincs nekik, akiknek van munkahelyük, vagy iskolai tanulmányuk, akinek vannak szülei, akikkel együtt éltek, és nem csak úgy felnőttek egy állami gondozásba. Ilyen emberek vannak ebben, csak nem ismerik őket azok, akik ezeket a hazugságokat elhiszik, mert a média nem így tálalja. De valójában így van. Azok a nagyon torz felvétek, amikor néha egy olyan embert mutatnak, aki itt, ami részlegen hőzön egy ilyen tüntetésen, olyat mindenhol lehet találni, bocsánat. Tehát egy MSZP-s rendezvényre kimegyünk, akkor ott nem is kell nagyon keresni, mert ott annyi ilyen van, amikor vízslit osztanak meg, sört, meg ilyesmiket. Tehát ezzel nem lehet leminősíteni az egész réteget. Ma gyakorlatilag ti, akik itt vagytok pár ezeren, ti vagytok a nemzet becsülete. Ha ti nem lennétek, akkor azt lehetne mondani, hogy ez egy gerinctelen féreg nép, aki megérett a kipusztulásra, és ránk is rontanának az ellenségeink a környezetünkből. Csak ti vagytok azok, ma még csak ennyien, akik miatt ezt nem teszik meg, hát ha még fölérhet a magyar virtus. Azt mondják nálunk is sokan, akik nemzeti érzelműek állítólag és szeretnek zászló lengetve fölvonulgatni szép ünneplő ruhába. Sajnos én nem tudtam ma az ünnephez méltó ruhába jönni, inkább az alkalomhoz méltó ruhába jöttem. 2008. november 1-én Minden Szentek napján bajnoki labdarúgó meccset játszott a Felvidéki Dunaszerdáján a pozsonyi Sztován és a hazai csapat. A mérkőzés 17. percében szlovák kommandósok betörtek a szektorba és brutálisan bántalmazták a magyar szurkolókat, akik közül ketten majdnem meghaltak, többen megsérültek. Aznap este a stadiontól 2 kilométerre található Nagy Udvarnokon léptünk volna fel, de a község önkormányzata a szlovák titkosszolgálat nyomására felbontotta a helyi művődéséhez kibérlésére aláírt szerződést. A történtek ellenére úgy döntöttünk, hogy ott leszünk a meccsen és az azt megelőző turulemlék műavatásán. A Komáromi hídon a mikrobuszunkat rohamrendőrök állították félre, bennünket kiszállítottak és alapos ellenőrzésnek vetettek alá, amelybe a tetoválásaink tüzetes átvizsgálása és kamerázása is beletartozott. Az előző napi hírekből tudtuk, hogy elvileg az ország területi integritásának megkérdőjelezésével és államellenes izgatás előkészületével vádolnak majd minket. Órákon át várakoztattak, majd a hivatalos tolmács megérkezése után egyesével hallgattak ki. Csigalassúsággal teltek az órák, és Komáromban is elérte a hír a stadionban történt súlyos támadásról. Ekkor közölték velünk, hogy addig tartanak bent, ameddig a csonkországi szurkolók haza nem térnek, mert valószínű, hogy a meccs után lázító hangvételű koncertet készülünk adni. Amikor aztán a szlovák közszolgálati rádió bemondta, hogy egy hazai szurkoló életét vesztette, felbojdult az egész rendőrös. Egy magasrangú tiszt érkezett és közölte, hogy az előállításnak vége, most azonnal szálljunk be a járművünkbe és hagyjuk ezt Szlovákia területét. Este 6 órás fogvatartás után rendőri felvezetéssel és a hátunk mögött egy csapat kommandóssal teli kis busszal kellett távoznunk a Komáromi hídon át. Valójában Dunaszerdahelyre, legyünk őszinték, egyrészt azért mentem ki, mert mondom, a szurkolókkal az utóbbi időben összesodort a szél ezeken a hazafias eseményeken, és úgy éreztem, hogy egyrészt meg akarom őket az abban a világban is nézni, meg akarom ismerni jobban, ha már kis a harcunk, és nekem is el kéne mennem olyan helyekre, ahol ők saját világukban vannak, tehát ez is benne volt, hogy köztük legyek, egyszerűen teljesen kis emberként mentem, tehát ott egy voltam a sok közül, nem is érzékeltem ennek, hogy én ott valami, nem tudom, én nem is szeretem ezt, most nem akarok én valaki lenni ott, hogy az volt a jó, hogy én is csak egy voltam. Én szeretem az ilyen helyzeteket, tehát ezért is mentem ki, meg hát azért, mert azért ez nem egy egyszerű labdarúgó mérkőzés volt, hanem itt az első bécsi döntésnek az évfordulója, a 70 éves évfordulója volt, amikor a Felvidéket visszacsatolták, a magyar labda részét visszacsatolták Magyarországhoz 30
8. november 2-án, ha jól emlékszem, és itt november 1-én szombaton volt ez a mérkőzés, és úgy volt meghirdetve, hogy egyébként a dunaszerdei magyar csapat, ugye egy felvidéki magyar csapat, aki hazafias érzem szurkoló közönséggel rendelkezik, ez szinte ilyen unikum az egész Kárpát-medencében, talán a csíkszerdei hoki csapatnak a szurkolóit lehet még ilyen nevezni, de a labdarúgásban minden esetre határon túl, Székelyudvarhely, igen, a másik lehetőség, de a labdarúgásban gyakorlatilag, hát ez tényleg egy ilyen nagyon örömteli dolog, hogy a határon túl magyarok között volt egy ilyen csapat, hogy nagy magyarországos zászlókkal, stb. Tüntetnek, jó kis magyaros rigmusokkal, és ezen a napon a meccsen kívül lett volna este egy koncert és egy megemlékezés az igazságos első bécsi döntésre. Gondoltam, hogy ez több mint egy labdarúgó mérkőzés, ez egy politikai esemény is egyben, és olyan hangvételű és olyan dolgot képviselő esemény, amivel én abszolút azonosulok. Én, aki revíziós mozgalom, és gyerekkoromban már Trianon ellenes voltam, mert úgy ettem otthon a pörköltet, hogy veszem Trianon. Tehát nekem az ilyen helyen ott kéne lennem, végre van egy ilyen, ráadásul ez ebben a közegben, aki televe minél jobban megismerek, annál jobb, úgy éreztem, ezért kimentem. És hát váratlanul belecsöppentem egy olyan, hát azért számítottunk rá, hogy itt azért akár valami lehet is, de azért erre nem számítottunk, erre az elképesztő, legalábbis én nem, hogy ennyire ok nélkül ránk mondta a rendőrség, de hát most nem akarok erről túl sokat beszélni, hanem ez elég jól ki lett ez a téma már vesézve, de legalább saját szememmel láttam, és már nem lehet semmi hazug. Egyébként sem vagyok már vevő az összes viselmetekre, és minden szeretek megismerni a magam eszközeivel, és leellenőrizni, mielőtt kijelentem, hogy így vagy úgy van. De ezben aztán végképp hitelesnek érzem magam, mert ott voltam a legnagyobb dzsumbújban, teljesen véletlenül, mert abban a szektorban, azon a szélén álltam. Úgyhogy hát remélem, hogy az, a másnálem arra jó volt, hogy még jobban összekovácsolja ezt a szurkoló világot, akiket ott tulajdonképpen olyan szempontból meg kell dicsérjek, hogy akik álltak egymást szokták verni, azok most ott együtt voltak, és az összes olyan, és a kemény emberek voltak, tehát látványra az egy kemény társaság volt, azzal a pár száz, hát volt majdnem 1000 ember, hát azzal az hogyha az egyet akarna, azzal eredményesen meg lehetne ütközni, még egy egész komoly rendőri egységgel is, tehát ne becsülje senki azt a magyar brigádot, aki kim volt, egyszerűen nem volt eszköz a kezében, egyszerűen egy gyufaszál nem volt a földön, nem tudtunk semmit csinálni, és olyan váratlanul töltenek a rendőrség, hogy döbbenetes, ettől függetlenül nem mentsük föl magunkat, azért ott 10 000 magyar volt, szóval azért lehetett volna akár neki is rontani a szlovákoknak. Ebben nem vagyok hiteles ítéletet mondani, mert nincs igazi rutinom az ilyen meccseken kirobbanó balhékben, hogy ott mit, hogy kell csinálni. Nem is akartam ott játszani az eszemet, én is ott voltam, tettem, amit a többiek tettek, tényleg sokkoló volt, amit csinált a rendőrség, de el tudom képzelni, hogyha a határon túli magyarok, az ott lévő felvidéki magyarokra is lehetett volna számítani, hogy egy emberként mozdulnak, akkor ezért bajba lett volna a szlovák hatalom. Újra senki a nevet, ó Magyarország!
Yes.